első, amit meg kell néznünk itt, mindenképpen mielőtt tovább megyünk a Dániel könyvében, mert ez egy nagyon fontos dolog, hogy ki is az Isten népe. Mi az egyház? Ez egy nagyon fontos dolog. Ha megveszitek az egyetemes egyháztörténelemről szóló lexikonokat, azok megmagyarázzák nektek, hogy ki mindig az Isten népe. Ha baptista változatban veszitek meg, akkor a baptisták. Ha pünkösdi változatban veszitek meg, akkor azok. Ha amolyan változatban veszitek meg, mindig épp az aktuális, de nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a Biblia négy igén keresztül nagyon határozottan megmutatja, és ez azért fontos tudni, hogy ki Isten népe, mert neked az utolsó időkben nem lehetsz ma látom különösen még a történelmi egyházakban nem is annyira elfogultak, de mióta a protestáns mozgalom benyerte ezt a mindenki megtér, mindenki az Úrhoz megy, mindenkit szeretünk, mindenkit imádunk, mindenki kegyelem alatt van ezt az óriási maszlangot, és ugye ma már nem lehet kritikát, meg vélemény megfogalmazni, meg semmilyet nem lehet megfogalmazni, mert mindenki szeret mindenkit, aztán a szeretetet lábbal tiporja mindenki, csak szeretném, hogy ezek ilyen áll, kamu szeretetek. Azóta ugye nagyon fontos megmondani, hogy nem attól válok én Isten népévé, hogy azt mondom, hogy Isten népe vagyok. Ez egy fontos dolog, mindenki azt mondja ma. Mindenki határozottan állítja, hogy Isten népe. De neked viszont el kell igazodnod majd, hogy ki az Isten népe. Egyrészt, hogy hová tartozol, ez egy nagyon fontos dolog. A másik pedig az, hogy az Isten népéről mit mond a Biblia, hogy a Mihály miattuk fog fölkelni, nem más miatt indul meg Jézus Krisztus. A János 17-ben csak szeretném mondani, hogy Jézus szavait idézem. Mit mond Jézus? Azokért könyörgöm, akiket te nekem adtál. Figyeljetek, még egyszer, azokért könyörgöm, akiket te nekem adtál. Azokért könyörök. Azokért a János 17 nem az emberiségért könyörök. A János 17 nem a világegyetemért könyörök. A János 17 nem a kozmoszért könyörök, hanem a János 17 azokért könyörök, akik Krisztuséi. Ez egy nagyon fontos dolog. Tehát Krisztus, Mihály miért kell fel, aki a te néped fiaiért áll, és miért kell fel, mert olyan nyomorúságos lesz az időszak, hogy a népe, az Isten népe nem a babiloni egyház, hanem az Isten népe nem fogja elbírni, nem bírná ki. És ugye ezért három igét hadd mutassak nektek. Máté evangélium 7. rész, 21. vers. Mindegyik, egytől egyik Jézus szavai. Jézus fontos volt, hogy beazonosítsa, hogy ki a népe. Nem mindenki, aki ezt mondja, Uram, Uram, megyen be a mennyek országába, hanem aki cselekszi az én mennyei atyám akaratát. Ma ne lepődjetek meg, nem személyek vannak támadva, de aki nem a mennyei atya akaratát cselekszi, az nem Isten népe, az csak azt mondja, hogy Uram, Uram. Az Uram, Uram miatt pedig fel kell hívni az embereknek a figyelmét, hogy ne egyétek meg az Uram, Uramozóknak a dumáit. Miért? Mert hazudnak. Legyen az Trump, legyen az bárki, bármilyen nével ellátott, bármilyen hatalmasság. Testvéreim, amikor Dániel oda kerül, Dániel elég sok, nem véletlenül a Dániel könyve, a Dániel hol éri az életét le? Trumpok körül éri le az életét, az egész életét. Számoljátok össze, hogy hány uralkodót él meg. Nabukodonozortal induljatok, és akkor meglátjátok, hogy Belsazár még nem a vége, mert utána jönnek a médek és a perzsák, és elég szépen haladunk. Tehát meg lehet számolni, hogy alsó hangon 5-6-ot megél Dániel. Alsó hangon. Mit jelent ez? És nézzétek meg, mindegyiknél kap álmot. És amikor például nagyon megdöbbentő, de amikor például Belsazár megkérdezi, hogy mi ez? Ugye amikor elolvas, hogy mene-mene tekel ufarszín, akkor az mit jelent? Azt tudja, Dániel onnantól kezdve tudja, hogy a te uralkodásodnak ma este vége lesz. És Dániel mit mond? Uram, ne kérdezz, Uram, hagyjuk, nem mondom el, nem merem elmondani, félek elmondani. A Dániel mit mond? Azt mondja, ma, amivel megméretettél és kevésnek találtattál, ma befejeződik az uralkodásod. Benne volt a pakliba, hogy egy ilyen gyógyegér, mint a Belsazár lefejezteti a Dániel? Hát persze, hogy benne volt. Hát hogy ne lett volna benne? Dániel félt ettől egy percig is, hogy le lesz fejezt? Nem. Mit mondott el? Az igazságot képviselte. Testvéreim, nem kell itt ilyen álszentnek ma lenni az igaz egyháznak, az igazságot kell képviselni. Az igazságot a Belsazárnak is meg kell mondani. Nem kell ettől megijedni. Miért? Mert ha az igaz egyházban vagy, az Isten mit mondott? Hogy megtart téged. Nincs ezzel semmi gond. És ezért mit mond? Azt mondja, hogy mit is, kiket nem lehet. Ugye itt mindjárt az első ige mit mond? Azt mondja, hogy nem lehet azokat például Isten népének tekinteni, akik csak hallgatják, meg uramuramoznak, de nem cselekszik az Isten akaratát.
egyértelműen kizárja. Tehát ugye mivel, miben zárja ki, hogy ha nem cselekszed az Isten akaratát, akkor, ki, akkor nem, nem vagy az Isten népe. Tehát uramuramozás, meg a hallgatás, az kevés. Ugye mi a probléma a mai istentiszteleti formánkkal, miért lázadok én mindig ellene? Azért, mert ez az istentiszteleti forma, ez a hallgatásra jött létre. És nem a cselekvésre. És mi történik, hogyha csak hallgatjuk és nem cselekezzük? Az, hogy uramuramozók leszünk. Ez egy óriási veszélye, tehát ezért amilyen gyorsan lehet, ezzel szakítani kell. Csak ugye most van még a kijövetel, és ezért ugye terelgetni kell az embereket kisebb csoportokba, házi csoportokba, kis közösségekbe, 2-3 fős közösségekbe. Miért? Hogy megtanulják ne csak hallgatni, hanem cselekedni. Ilyen csoportban nincs esély, ilyen csoportban bőven elférsz, mint hallgató. Miért? Mert mindig van az a 10-15-20, aki cselekszi is. A következő 50-nek már nem kell cselekedje. Miért? Mert megvan, hogy kik azok. Ugye ezt úgy hívja a karizmatikus mozgalom, hogy ők a gyülekezet magjai. Erről mondjatok rá erről a szóról, jó? Tehát nincs ilyen, hogy mag. Itt vannak Istennek emberei, elhívott emberei vannak, itt te is király vagy, proféta vagy, választott nép vagy, királyi papság, itt nincsenek ilyenek. Itt szolgák vannak, tehát itt nincsenek ilyen nagy variációk, és ezért mit jelent ki itt Máté evangéliumban Jézus, hogy azt mondja, először is megmondja, hogy az nem egyház, aki nem cselekszi az Isten akaratát. Ezt nagyon fontos leszűkíteni. Szűkíti az egyház fogalmát csak ez az egyike? Tessérem, kezd ezzel a szemüveggel nézni. Mi az Isten akarata, például milyen cselekedetei vannak az Istennek, no, miből látszik, mondjuk például a Szentlélek gyümölcsei. Azok meg kell, hogy nyilvánuljanak. Tehát mit jelent ez? Ez leszűkíti a mai egyházat. Teljes mértékben leszűkíti. Lukács evangélium 8.21, a következő. Lukács evangélium, azért fontos letisztázni, mert Mihály az ő népért kell fel. Jó, tehát itt nem kell álommal igaz, de biztos talán ő értük is, talán ez lesz, hát nincs talán. Itt nincsenek talánok, itt egyértelmű kijelentések vannak. Azt mondja, hogy Jézus Krisztus pedig, mikor megkérdezték tőle a következőt, felelte nekik, az én atyám és az én atyám fiai ezek, akik az Isten beszédét hallgatják és megcselekszik azt. Hogy ne maradjunk árván, nehogy a Máté valamit elírt, vagy félrenézett, Lukácsban megelőzteti. Tehát Jézus a földi családjával beszél, a földi családjáról beszél, de ugye mondja az atyafiait is, mit jelent, azt mondja, hogy ugyanazt mondja, hogy mi a központi kérdés az Isten népénél, az igazi népénél, aki várja Krisztust, figyeljetek, mindenhol a beszéd. Milyen beszéd? Az Isten beszéde. Miért akarja az ördög Dániel 7.25 a törvényt, az Isten beszédét megváltoztatni? Hogy ne azt hallgasd. Mert ha nem azt hallgatod, akkor nem azt szerint fog cselekedni. Ez egy nagyon egyszerű következtetés. Értsétek meg, az ördög máshol. Hamisít. Nézzétek meg a Jézusnak felajánlott 3 dolog. Minimálisan változtatja meg a Mózes törvényét. Minimálisan változtatja meg a kijelentéseket. Jézus mivel válaszol rá neki? Ádám és Éva mivel rontotta el? Hogy mikor idézte nekik Sátán, mit idézett Sátán? Amit az Isten mondott Évának és Ádámnak. Ezt idézte a Sátán. Mit szúrt el a Sátán? Kicserélt egy kötőszót. És ugye mi lett volna a helyes az asszony részéről? Sátán, vagy mindegy, ki gyógyik, akárhogy hívnak téged, sziszegős mocsokláda, nem jól idézted, nem ezt mondta az Isten, hanem ezt mondta az Isten. Mit mondott erre az asszony? Elgondolkodott rajta, tényleg ezt mondta az Isten? Hát akkor mi átver bennünket az Isten, és behúzta a csőbe. Jézus miért nem húzta be a csőbe? Azért, mert Jézus szó szerint idézte neki. Amikor azt mondja, hogy borulj le és engem imádj, akkor mit mondott neki Jézus? Sátán, ne szórakozz már velem, meg van írva, hogy az Uradat és az Istenedet imád. Ezért miért a törvényt akarja? Mert ha a törvényt el tudja torzítani, akkor a mi figyelmünk már nem az igaz Istenre irányul. És ezért mondja a Lukácsban, Jézus megerősíti, és most már nagyon-nagyon leszűkíti. Itt figyeljetek, azt mondja, hogy a nép kinek a beszédét kell, ki az Isten népe? Az Isten beszédét hallgatja, és az Isten beszédét cselekszi meg. Ez csak egy kicsit most pásztázatok végig a mai 20.000 egyházat, aki be van jegyezve a világon, szerintem leszűkítette. Elég jól leszűkítette az egyházat. János 10. rész. János evangélium 10. rész, 11. verstől egészen föl tudnám olvasni, de nem akarom végig felolvasni. Azt mondja, én vagyok a jó pásztor életét adja a juhokért.
A béres pedig, és aki nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkas jönni, és elhagyja a juhokat, és elfut a farkas, elragadozza azokat, és elszélezte a juhokat. A béres pedig azért fut el, mert béres, és nincs gondja a juhokra. Én vagyok a jó pásztor, ismerem az enyémet, és engem is ismernek az enyém. Amiként ismer engem az atya, és én is ismerem az atyát, és az életemet adom a juhaimért. És itt lesz majd egy érdekes, amit majd a jelenések könyvben fogunk megnézni. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valóak. Na itt majd ez a kérdés, hogy akkor kik ők? Jó, ezt most hagyjuk költői kérdésnek, de megvan rá a válasz, egy percig se kételkedjetek, jó? Ismerik őt, ugye először nagyon fontos, hogy itt megint megerősíti, ugyanaz van, csak egy harmadik verzióban, azt mondja, hogy kik a nyáj, akik hallják a pásztor hangját. Be kell azonosítunk, ki a pásztor? Nem én például, meg nem is egy más gyülekezetet, Jézus Krisztus. Mit hallanak a hangját? Mi a hangja? A beszéde. Tehát ugyanúgy ott vagyunk a beszédnél, és mit csinálnak? Követik őt, tehát ismerik a hangját, jó? Az idegenét nem ismerik, ezért nem követik. Ugye miért létkérdés, hogy az ő hangját halljuk? Azért, mert ő a saját beszédét mondja. És azt mondja, hogy az idegen nem követik, hanem az ő hangját ismerik. Ő is ismeri a nyárat. Mit jelent az ismerni? Közösséget vállalni. Ugye most felnőttek vagyunk, el tudom mondani, hogy amikor azt mondta, hogy Ádám ismeri Évát, az mit jelent? Az, hogy közösült vele. Ugye miért intim a férfi és nő közötti közösülés, és nem pornófilmbe való? Azért, mert a világegyetem legmélyebb közössége, ami létre tud jönni férfi és nő között. Nincs ennél mélyebb közösség. Ezért ugye ma ez el van fecsérelve, és prédába van. A férfi és a nő között lévő legmélyebb közösség prédába van kitéve országvilág szemelátára. Ugye ezért mondja az ismerjük, ha Jézus azt mondja, hogy ismerem az enyémeket, akkor ugyanezt a szót használja. Tehát mit jelent ez? Egy testi, lelki, szellemi közösség. Nem egy vasárnapi közösség, nem egy baráti közösség, egy testi, lelki, szellemi közösséget jelent ez. És ugye a juhnyájhoz hasonlítja, ugye a juhnyáj még egyre felhívja a figyelmet, itt ugye mire hívja fel a figyelmet? Arra, hogy ő pásztor és nem béres. Ugye két kategóriát mondja a támadásnak, azt mondja az egyik, mit csinál, aki nem, miből veszed észre, hogy nem Jézus hangját hallják az emberek, azt mondja, hogy az egyik az hagyja magát kifosztani. Miért? Jön a tolvaj. Miért jön a tolvaj? Hogy kifossza a népet. Látsz ma erre példát, hogy kifosztanak egy házat? Most hagyd ne kelljen mondanom, jó? Egy nagyon közeli példát erre, jó? Most nem mondanék erre példát. Látsz, számtalan szerte szét a világban. Tehát az egyik része a farkasnak, az egyik arca, ami a farkas kit jelképez az ördögöt, az egyik arca, amikor totálisan kifosztja anyagilag, lelkileg, szellemileg, kifosztja az egyházat. Ez milyen egyház? Olyan, mint a piramis, teljes mértékben ateista, ezt az egyházat még sajnálni se kell, ezeket az egyházvezetőkön még a szívetek se induljon meg. Miért? Mert ez egyszerűen a déli király, ennek annyi köze van az Istenhez, mint az Egyiptomnak. Mit jelent ez? Mit jelentett az Egyiptom? Milliók voltak egyért. Az Isten országa milyen piramis? Fordított. Az mit jelent, hogy egy van a többiekért? Ahol olyan modell van fölépítve, hogy milliók vannak egyért, és ez ember, az testvéreim, még azt a szót sem érdemes használni, hogy egyház. Ezt csak jelzem, mert ez egy egészen más struktúra. Ezek, erre mit mond a Biblia? Tolvaj és rabló. Miért jön? Hogy kizsebelje. És van a másik kategória, azt így sorolja föl, ami közt semmi különbség nincsenek a tolvaj és rablónál, az orvító oroszlán arcát mutatja az ördög, a béresnél ez a másik, ott pedig mit mutat? Ott pedig ilyen jó szándékú arcát mutatja, de a béresnél itt felsorolja a Biblia, mit csinál a béres? Azt mondja, hogy hagyja a juhokat szétszéledni, és hagyja őket éhen halni. Ugye Jézusnak mi az ígérete, hogyha őt követjük, hogy akármilyen időszak is lesz, füves legelőt mindig fogsz találni. Mert mit mond a jó pásztorról? Hogy füves legelőre vezet, és csendes vizekhez vezet. Tehát ugye ez egy nagyon fontos dolog az egyház beazonosításánál, ez a három hír, és a jó hír ebben az, hogy akik az ő hangját hallják, azok mindig legelőt találnak.
És ma a létkérdés lesz majd a legelő, ugye biztonságban lesznek, nem ragadja ki senki őket a kezükből, ugye ezt maga Jézus idézi, és a János 17-ben, ugye újra azt érdemes elolvastatok, ott nagyon határozottan bemutatja ezért. A nép ugye egy másik megvilágosításban a világból kihívottak közössége, ugye a hamis egyház, miért nem mondhatjuk rá, hogy a világban kihívottak közössége, azért, mert mivel házasodik össze? Hát magával a világgal házasodik össze. De nem lehet a világból, az egyház az milyen? A világból kihívott a közössége, ugye ez az a csúnya szó, hogy eklézsia. Ez mit jelent az eklézsia? Nem szimplán egyház, hanem világból kihívott a közössége. Máté evangélium 18. rész, 20. vers a következőt mondja, mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott jelen vagyok közöttük. Tehát Isten nem házakban, nem egyházakban, nem hatalmas közösségekben, hanem két vagy három embernek az ő nevében való összegyülekezésére jön össze, és még egy igét hadd mutassak ezzel kapcsolatban, 1 Timóteus levél, 3. rész, 16. verse a következőt mondja, és minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka, Isten megjelent testben, megigazított lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdettetett a pogányok közt, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségben. Tehát itt ugye összefoglalja, hogy az Istennek a népe kiben hisz, a megváltóban hisz, a messiásban hisz. Ezért az egyház, az egyenlő test, a tagok együtt munkálkodnak, Efézus 4.1, 1 Korintus 12 és a 14. fejezet is ezt mutatja. Tehát visszakanyarodva a Dániel 12.1-hez, ezt azért tartottam fontosnak, mert el kell keserítsem itt a nagy publikumot, hogy itt először a népet kell tisztázni, hogy ki a nép. Ez azért nagyon fontos, mert lehet itt lázálmokat ringatni az ige olvasásában, hogyha az ember ugye nem véletlenül azt mondja, hogy fel kell, és azt mondja, hogy az én népemért kelek fel, nem másért mozgok, tehát még egyszer mondom, hogy nem másért mozog, az én népemért kelek fel, és még egyet megerősít, ugye, hogy akik be vannak írva az életnek a könyvébe. Ugye mi jellemző az életnek a könyvére? Az életnek a könyvére az jellemző, hogy abba be is lehet irattatni, és ki is lehet belőle töröltetni. Tehát ez egy ilyen radírozós könyv. Hogy beirattatsz, meg kitöröltetsz. Beirattatsz, meg kitöröltetsz. Ugye ezért nagy kérdés, hogy ki lehet-e irattatni az élet könyvéből, ki lehet irattatni az élet könyvéből. Ki lehet iratotni az életkönyvébe, és ezért kellett tisztáznunk ezt, hogy ki a nép, és az igazak feltámadása, az elragadtatás, az a népet fogja érinteni. Az nem az emberiséget fogja érinteni sajnos, hanem a népet. Miért hazudozik az ördög össze-vissza? Azért, mert világosan tisztában van vele, hogy pokolra és bukásra, halálra és bukásra van ítélve, és ezért mi a terve, ha már ő bukik, tipikus, mondhatom azt, hogy magyar mentalitás, hogy ha már én nekem nem megy az üzlet, akkor kicsit betartunk a másiknak, hogy az se menjen. Tipikus. Mi ebben nagyon tipikusak vagyunk. Ebben nem krisztusi a gondolkodásmódunk magyaroknak, hanem eléggé sátáni. Ha nekem nem megy, akkor ha van egy jól működő bolt a lakótelepen, akkor gyorsan nyitunk rá 4-et. Miért? Hát ugye mit jelent, ha lesz 5 bolt? Hát senkinek nem fog menni. Senkinek nem fog menni. Ezt jelenti. Ezt jelenti a vad kapitalizmus. Ezt jelenti. És ezért ugye még, és akkor itt tovább azonosítom, mert ugye a Dániel azonosítja tovább az Istennek a népét, azt mondja, hogy az értelmesek pedig fénylenek, mint az énnek fényessége, és akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön, örökké. Itt ugye kimondja, hogy az Isten népe értelmes, mitől értelmes, mert az utolsó pillanatban is még egy jó gyülekezeti házat fölépít. Épp most voltam szolgálni egy pünkösdi gyülekezetben, és örömmel újságolták, hogy belevágnak egy viszonylag nagy beruházásba, kialakítanak egy gyülekezeti házat. Hát én gyorsan mondtam, jónak mondja ezt, gyorsan elmondtam a gyülekezetház építéssel kapcsolatos tapasztalataimat, elmondtam, hogy milyen eredménye szokott lenni most már több egyére. Ugye mit jelent viszont sokszor úgy gondoljuk, hogy azért tűnik ez értelmes dolognak, mert majd rengeteg ember jön és le tud telepedni az Istenek az országába. Ez egy üres, vallásos maszlang. Az embereket nem letelepíteni kell, az embereket el kell menni utánuk és tanítványát tenni. Tehát nagy a különbség. Ugye mit mond az értelmesekről, hogy be is azonosítja, hogy kik az értelmesek, akik sokakat igazságra vezetnek.
Hát ez az értelmes. Nem az az értelmes, aki látja előre, hogy érdemes összeállni az államban, mert megmarad a pénz, hanem azt mondja, kik az értelmesek, akik sokakat igazságra vezetnek. És még egy nagyon fontos dolgot mond, hogy az értelmeseket, az népet még úgy is jelképezi, azt mondja, hogy a csillagok, ők örökkön örökké, ugye a csillagokat be tudjuk azonosítani, egyrészt a Jelenések könyvéből is be tudjuk azonosítani, Jézus jár kell a gyülekezetben, és a kezébe van a 7 csillag. Vagy olvassátok el, így kezdődik a jelenések könyve. A Filippi levélben Pál apostol beazonosítja, hogy mit is jelent a Bibliában a csillag. Filippi 2.15 a következőt mondja, hogy legyetek fedhetetlenek és tiszták, Istennek szeplőtelen gyermekei, az elferdült és elvetemeldett nemzetség közepette, kik között fényletek, mint a csillagok a világon. És itt meg is magyarázza a 16. versben, hogy hogy tudtok fényleni. Az életnek a beszédét tartjátok eléjük, hogy dicsekedhessen majd a Krisztus napján, hogy nem futottam hiába, sem nem fáradtam hiába. Tehát mit, kik a csillagok? Azok, akik nem mást, nem abszurdumokat, nem hülyeségeket. Ugye itt volt tegnap egy kérdés, megjelent megint egy újabb, rendkívül minőségű proféta. Nem jut eszembe a neve, nem baj, Erika, mosolyog, hogy jobb is, de majd ha menet közben eszem jut, azért mondanám, mert jó, ha tudjuk azért a nevét, kell ezeket tudni, ne féljetek ettől. Következőt mond, rendszeresen 5 órás találkozásai vannak Jézussal, talk show-ba jár, mint a Monika show vagy a Balázs show, tehát ilyenekbe beszél ezekről a találkozásokról, kérdezi tőle a keresztény riporter, hogy most mit látsz, és akkor mondja, hogy látom fölötted a sátán úgy visít, mint egy kislány, és mit látsz még? Kedves testvérem, 3 angyal áll körülötted, aki végig kíséri az élet. De szóval erre olvastam föl tegnap a kedvén, hogy Timóteusnak már megírta Pál, hogy mesékre fogtok hallgatni. Üres, semmit mondó Andersen mesékre. És ez a sok zsivány, hamis, Istentől távol levő, kemény szívű, magát profétának tartó, uramuramozó ember meg ezt kihasználja az embereknek, ezt a fajta gondolkodásmódját. Ezt maga az igen előzíti, azt mondja, hogy mesékre, mitoszokra fognak hallgatni az emberek. Miért? Mert viszketni fog a fülük az igazság beszédétől. Mit mond itt, azonosítja tovább az Isten népét. Figyeljetek, Dániel fogalma se volt, ő egészen más világban, törvény alatt élt. Nem tudta, hogy hogy fog ez működni. Mi az, hogy igazságra, de a zsidók lenézték a többi népet. Ők Isten képviselő, nem foglalkoztak a többi néppel. Hát mi volt a feladata egy honfoglalásnál? Hát lerendezni mindenkit, hogy ők világítsanak. Dániel mit lát? Azt, amit beazonosít Pál 2000 év múlva, azt mondja, hogy kik az értelmesek, kik a csillagok. Azt mondja, akik az életnek a beszédét tartják az emberek elé. Nem egy egyházi víziót, nem egy vallástörténelmet, hanem az életnek a beszédét tartják az emberek elé. És ezért nagyon fontos dolog ez.